Benke. Egy 1-1. Könnyedén megy be a védő között. Benke Szilárd is ezzel az ígyszerrel. 2-2. Az aséja lepattanó Chandler. És beláll egy tempóban. És ezzel 4-2 az asénak. Lucky. 2-2, jó volt a leválás. De nem volt passz. Lég közelie viszont bent van. Chandler. Ellingsfeld. Jó a hármas. 9-6 az asénak. Benke. Jó a 2-2. Tovább megy a labda. Léknek. Nem sokat teketóriázott. Beugrott a labdával a gyűrűbe. Chandler. Jó volt a irányváltás, egy ütközés. Nincs fal, de van kosár. 4 pontos Chandler, 13-8. Benke. Elzárás, leválás. De... rádobja Benke, és nem is tette rosszul, hiszen ezzel a kosárra 17-11. Csendel. Jó passz a palánk alá Léknek, aki 8. pontját szerzi már. Joseph. Benke, Ellingsfeld. Megvan a dobóhelyzet, jó a tripla. Második triplája Ellingsfeldnek. Az utolsó percen belül vagyunk. Az első negyedből Joseph, jó az ígyszer. 4 pontot Joseph. Joseph újra. Löblabda be a centernek. Egy középtávoli bár bele. Ellingsfeld és már is 8 pontos. Ellingsfeld. Lucky. Joseph a sarokból. Jó a tripla. 32-23. Halmai. Visszafordul Benke. Egy erőteljes betörés. És egy nagyon szép kosár. Chandler. Az árás, leválás jól megy át. Chandler. A két kettőzni akaró, vagy szándékozó. Pécsiek között. 7. pontját szerzi ezzel. Kelperfronis közben elveszi a labdát. Joseph. Jó a passz Benke. Átviszi a gyűrű alatt. Egy nagyon szép kosár. 8 pontos Benke, 43-31. Kacsovicsal. Nem túl jó passz Melek felé. Lakit megszerzi. Benke érkezik. Jó az ígyszer. Hát tovább vissza menni mindenki az emberére. Kiosztás, Lucky, betörés, Nikolic kíséri, jó az ígyszer. 4 pontos Lucky, de Lég megszerzi a lepattanót. Benke, itt is megvan a betörés, jó az ígyszer. 12 pontos Benke. Lég kapja a labdát, rossz váltás után. Zsáka egy óriásit, 53-39. Talán a legnagyobb különbség 14 pont. Nikolic. Ellopja a labdát, Lucky, 2-1-be mennek, Chandler, és egy olyan zsákolás. Két gyors eladott labda, két jó támadás. Ellingsfeld a lepattanó, már Joseph lövi előre a labdát, Chandler, jó a tripla. 61-46. Joseph, Lék, és nagy falt, és gól jó. Sőt, egy sportszerűtlen hibát fújnak Bacsovicsra. Joseph dobja el, nem jó, Ellingsfeld a lepattanó, kemény leütés és közeli kosár, 14 pontos Ellingsfeld. Lucky. Halmai, kiosztás, Ellingsfeld, jó a tripla, 3. triplája Ellingsfeldnek, középről, 17 pontos, 1071-54, Chandler, Halmai, egy ütközés, nincs sipszó, itt viszont van sipszó,
Bacsovics negyedik faltja, Hellinszer 19. pontja. Egy hármas, jó a dobás. 15 pontot Chandler, 77-57. Egy ütközés, nincs falt, egy nagyon rossz passz, de megvan a labda Lakitnak. Fölteszi, és jó a dobás. 6 pontos ezzel, 79-59. Révész, teljesen üres a túloldalon. Lakit, rosszul váltanak a pécsi védők. 8 pontos ezzel, 81-62. Almai megveri az emberét, kis lökés, egy blokk, Ellingsfeld jó helyen, és a labda is jó helyen, a pécsi kosárban, 22 pontos, másodszor sem jó, a pécsi dobása, Chandler, Nikolisra viszi rá a labdát, de egy óriási zsákolás, Nikolis meg sem próbált szerelni, 85-64. Joseph, Chandler, jó a tripla. 20 pontos Chandler. Chandler. Dorogi rámeli. És jó a tépra. Méghogy egy palánkos. Joseph még. Ott hagyják üresen, fölgyorsít. És ő is már 10 pont fölött van. De azért ne legyünk teljesen telhetetlenek. Kovács, Dorogi. Jó a kosár. 5 pontos Dorogi, 97-79. Kovács Ákos, 5 másodperc még. Kovács, megvan a tempó, jó a kosár. És a Paksi csapatkapitány is pontszerző. Kucsora lopja a labdát. Kucsora, meg leszel 100. Kucsora beláll a dobásban. Jó a tripla! 102-81, 10 másodperc hátra. Minden jó, a vége jó. És az Orádgében már nem dobja rá a labdát. Megvan a hatodik győzelem. Nézzük akkor a dobólistát. A pécsieknél Ábel 24 pontos, Bacsovics 17, Meleg 12, Nikolis 11, Kertefronius 6, Rádgében 5, Bibatics 3, Ezőfi 3, Paksi oldalon Csender 22 pont, Elizabeth 22 pont szintén, Lég 14, Benke 13, Joseph 11, Lakit 8, Dorogi 5 pont, Kucsora 3, Halmai 2. Még egyszer a végeredmény, atomerőmű esze, NKA Universitas Pécs, 102-81. Ezzel búcsúzom, Nagy Gábor, Telepaks. Elején, a mérkőzés elején a védekezésünk az nem működött annyira jól, főleg a pick and roll védésben nem tudtunk sokszor mit csinálni. Ezen tudtunk javítani a második félidőben, illetve a támadásunk is feljavult, sokkal többet járattuk a labdát. Ugyan kimaradt egy-két dobás, ami bemehetett volna, ami üres volt, de ennek ellenére szerintem támadásban is feljavultunk, és csapatként tudtunk együtt játszani. Először is azt el kell mondani, hogy ez egy elég kemény mérkőzés volt belülről is, hiszen azt nem szabad elfejteni, hogy a Pécs az ugyanolyan mutatóval érkezett hozzánk, mint amivel mi álltunk, és ez nem a véletlen műve. Hát egy nagyon jó csapatról beszélünk, egy jó szerkezetű, jó játékosú bálló csapatról, de meg tudtuk találni azokat a pontokat, amivel gyakorlatilag likvidálni tudtuk azokat a játékosaikat, akik jól dobtak, bár ez az első félidőben annyira nem működött. Főleg Ébölnél lehetett azt érezni, hogy sok pontot dobott, rajta nem tudtunk olyan jól védekezni. Csirke Ferencnek jobbulást szeretnék kívánni, hiszen ő betegség miatt nem tudott itt lenni az NKA Pécssel, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném elmondani. Nyilván a statisztikát nézzük, akkor egy edző mindig boldog, amikor nincs olyan sok eladott labda a csapatnak, ezt megint tudtuk hozni, gyakorlatilag az átlag eladott labdáink számát tudtuk hozni, ami egy nagyon jó dolog, és végül csapatként küzdve a védekezésünket feljavítva, gyors kosarakból, gyors kontrákból tudtunk eredni.
eredményesek lenni, és ez is lett gyakorlatilag annak az eredmény, hogy ilyen nagy különbség alakult ki. Úgyhogy gratulálok a csapatomnak, megyünk tovább.